Kellemes szép estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit! Ma esti műsorunkban beszámolunk a hazai rendezésű kickbox országos verseny eredményeiről, és rövid összefoglalónkban betekinthetnek dr. Mayer János külhoni olimpikonjaink című előadásába is. Tartsanak velünk! Országos kickbox versenynek adott otthont hétvégén a dr. Pósta Sándor sportcsarnok. A Kiktai Boxing Team baja szervezésében zajló eseményre az ország szinte minden pontjáról érkeztek harcosok, hogy felmérjék tudásukat. A megmérettetésen természetesen bajai versenyzőkért is szoríthattunk. Felpesdült az élet a box világában, több száz sportoló nevezett a hétvégén rendezett PFCK1 magyar bajnokságra. Az országos versenyt ezúttal a dr. Pósta Sándor sportcsarnokban tartották meg, ahol két helyszínen zajlottak a küzdelmek, a Páston K1 Light, míg a ringben K1 Full Contactban zajlottak az összecsapások. A ringben full kontakt van, tehát ott minden technika mehet full előről, és illetve egy menettel több van. A Páston pedig két menetről beszélünk, ott light kontakt van, ott nem mehet kiütésre a küzdelem, ott a versenyzőknek vigyázni kell a másikra, inkább a technikai tudását kell előnyben részesíteni. Míg a ringben ott full kontakt van, tehát teljes erőbedobással mehet minden. Illetve a ringben még félmesztelem kell küzdeni, a Páston pedig pólóba. A Kiktai Boxing Team baja 13 fővel képviseltette magát a hazai viadalon, közülük a legtöbben éremmel zárták az eseményt. Maximálisan elégedett vagyok, így a Covid miatt elég nehéz volt a felkészülésünk az elején, de most az utolsó pár hetet, egy-két hónapot, három hónapot, azt nagyon meghúztuk, volt a futóedzések, bunyós edzések, mentünk ide-oda sparingolgatni, úgyhogy a felkészülés úgy megvolt, mindenkivel elégedett vagyok. György Dávid kadét 57 kg-ban szerepelt eredményesen, egy elvesztett mérkőzéssel a harmadik helyen végzett, míg Jelencsics Miklós 52 kg-ban, a Páston és a ringben is egyaránt veretlen maradt, így két kategóriában is bajnoki címet szerzett. A szombati nap egy számomra elég sikeres nap volt, rengeteg új tanítványokat tudtunk apuval indítani, aminek nagyon örülünk. Most a rutinosabbak a Covid érettség és a többi dolgok munka miatt most nem szerepeltették magukat, de az új srácaink azok nagyon-nagyon ügyesek voltak. Főleg a kadét korosztályban az 57 és az 52 kilóban volt két srácom, aki mind a ringben, mind a Páston szerepeltek. Mind a ringben ott 8-an voltak mindkettő srácomnál, a Páston pedig 7-en és 6-an, és nagyon-nagyon örülök, mert az 52-es súlycsoportban Jelencsics Miki a ringet és a Pástot is megnyerte. A ringben 3 győztes mérkőzésünk volt vele, a Páston pedig 2, mert egyszer előnyerő lett. A Dávidom is a egyre nagyobb súlycsoportban, ő is kadett korosztályban a ringben nyert egy mérkőzést, majd ott a döntő meccsen alul maradtunk, de nagyon ügyes srác volt. A Páston pedig ott szombaton a középdöntőben kaptunk, és így bronz lett. A bajaiak legnagyobb meglepetését Horváth Otniel második helyezése okozta, aki közel egy éve van a K1 világában, mégis dobogon zárta a viadalt. Körülbelül egy éve készülünk itt az Egyesületnél, mesteremmel, mestereimmel, és tulajdonképpen egy fél éve kezdtünk el komolyabban konkrétan erre a versenyre készülni, és körülbelül egy 2-3 hónapja volt egy olyan erős váltás, hogy egy egész kategóriát lejjebb kellett, hogy fogyjak, pontosan 86 mínuszba kellett, hogy bemenjek. Én 92 kiló voltam, úgy volt, hogy 91 mínuszba indulok, de aztán azt mondta a mesterem, hogy ezt egyen lejjebb toljuk, az adottságaimat úgy mérte föl, hogy ez illen a legjobb. Így 86 mínuszba indultam, most 86 kilóval mentem, úgyhogy tulajdonképpen ez az időszak állt rendelkezésre. Előtte én már egy kicsit mozogtam ebben a sportban, boxoltam egy keveset, meg kravmagáztam, de úgy nem találtam meg magamat igazán, mint itt tényleg egy második családom van, és nagyon hálás vagyok a mestereimnek, hogy ezt végigcsinálták velem, úgyhogy ezt tudom mondani róluk, nagyon hálás vagyok nekik. A tegnapi az egy kicsit keményebb volt, ugye ez K1 Light, amit itt Páston játszunk, de egy elég kemény ügyféllel sikerült megütköznem, amúgy ma is. Ők már többszörösen nyertek, ez a fiatalember, akivel ma voltam, ő már volt itt országos első helyezett is, úgyhogy fönn volt rendesen a mérce, de nagyon élveztem, és nagyon nagy tisztelet van bennem feléjük. Nagyon élveztem mindkettő küzdelmet, a tegnapi egy kicsit nehezebb volt, kevésbé tudtam élvezni, inkább igyekeztem fölülkerekedni az egészen. A mait sokkal jobban tudtam élvezni, nagyon jó volt ezzel a fiatal emberrel harcolni, úgyhogy így tudom megítélni. Nagyon élveztem mind a két napot, a felkészülést is, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív így a végeredmény, és nagyon büszke vagyok erre is, hogy sikerült elérni.
Modok István szintén a dobogós helyezések egyikéért harcolt a vasárnapi helyosztókon. A sportoló ezúttal az ezüstéremig küzdötte magát. A tegnapi napon viszonylag jól sikerült, tehát nem volt problémám a súlyhozással sem. Így a tegnapi nap az még elég eredményesen sikerült, ott egy meccset megnyertem. Hát a mai napra úgy néz ki, kicsit elfogytam. Ez az ellenfelemű előnyerő volt, lehet, hogy ő azt is segítette, hogy nem volt előző nap mérkőzése. Hát most ez így sikerül, folytatjuk tovább. Kicsit az állóképességre rá kell menni, mert azon ment el a mérkőzés, úgy éreztem. Technikailag nem éreztem akkor a hátrányban magam, inkább a kardió. Mezőfiék műhelye mellett szurkolhattunk más bajai egyesület színeiben versenyző sportolóért is. Szerény Csenge, a Kyokushin karate világából érkezve méretette meg magát K1 Light kategóriában. A nap végén a karatéka nyakába is kerülhetett érem. A tegnap ellenfelem az egy durva 113 kilós hölgy volt. Ugye mivel az én sportágomban és a sportomban ugye nem megszokott, hogy ügyük egymás fejét, ez az egyetlen egy dolog volt, ami furcsa volt. A tegnapi napot sikerült egy technikai KO-val zárnom, mivel az ellenfelem leblokkolt, így ezt az utolsó pillanatokra kihasználva nem engedtem el, ütöttem a fejét és fejbe rúgtam, és így sajnos fel kellett adnia a küzdelmét. A döntőben viszont mintha Csenge illetődött volna meg egy kicsit, így sajnos egyhangú pontozással maradt alul a harcos ellenfelével szemben. Az első menetben úgymond megilletődtem, és megint ez a szokásos leblokkolok, és úristen ütik a fejemet érzés volt. Aztán a végére felszívtam magamat, és úgy döntöttem, hogy amit tudok, és amit a Kyokushin karatéból ki tudok hozni, a fejemet védve haladok és menhetelek előre. A szombaton rendezett selejtezőket és elődöntőket vasárnap a helyosztók követték. Simon Rózsa Csenge két súlycsoportban is leadta nevezését, a Fertőszent Miklósi hölgy mindkét alkalommal veretlenül szerzett bajnoki címet. De szerintem jól ment, szoros meccs volt, nagyon jól éreztem magam a lány szabályrendszerben. Egy lányjal mérkőztem, akit már ismertem egy előző meccsről. Ez egy nagyon jó meccs volt, úgy gondolom jó formában voltam. Illetve a KAI szabályrendszerben egy pécsi lányjal mérkőztem meg. Az nagyon szoros meccs volt a lánynak, ez volt az első mérkőzés, nagyon ügyes volt. Szoros meccs volt, de jó volt. Junior korcsoportban első bálozóként szerepelt a pécsi tím nagy reménysége, Pápai Tamás, aki fáradtságot nem ismerve küzdötte végig a kétnapos tornát, majd végül extra menetben szerzett országos bajnoki címet. Ez a plusz menet az azért történt, mert nagyon egálisan voltunk a mérkőzésen. Nem tudtuk egymást összerakni, úgyhogy valamelyikünk győzön, ezért inkább rátettünk egy plusz menetet, azt, hogy tudjuk, hogy melyikünk volt valójában a jobb. Mégis egy magyar bajnoki első helyezésért, de nagyon ügyes volt a srác, szeretném megdicsérni Sánta Mátét Miskolcról, azt hiszem, nagyon ügyes volt, le a kalappal előtte. Elég szoros volt, hogy meg nem mondjam, nagyon ügyes ellenfelet kaptam magam mellé. Nagyon szépen tudott pontozni, rugni, de hát győzött a fej. Nem csak a tudás, a fejjel kellett gondolkozni. A veteránok versenyében két rutinos versenyző csapott össze a döntőben. Matoric Balázs előnyerőként érkezett a fináléba, ahol egyhangú pontozással szerzett végül aranyérmet. Nagyon jó volt, hát a végére mondhatni kicsit elfogytam. Igen, egyhangú lett, de nagyon-nagyon szoros volt szerintem amúgy az ellenfél képest, amúgy nagyon jó ellenfelet fogtam ki, és nagyon pörgős, kemény csata volt, úgyhogy jó küzdelem volt. A zárónapon 90 döntőt tartottak, amelyből 33 alkalommal bajnoki öv kerülhetett a győztes derekára. Az első nap volt összesen 114 mérkőzés, ez egy nagyon nagy szám, ugye 56 a ringbe, 54-57 a páston, és ugye mai nap folyamán pedig összesen 90 mérkőzés volt. Hát hogyha belegondolunk abba, hogy két nap alatt lebonyolítani 204 mérkőzést, hát minden elismerésem az edző kollégáké, mert hiszen ő nélkülük ezt nem tudtuk volna megcsinálni. A közel 250 fős nevezés miatt bő 200 mérkőzést tartottak hétvégén, így szinte minden korosztályban és súlycsoportban tudtak küzdelmeket rendezni. Az egész életem arról szól, hogy célokat tűzök ki magam elé, és én úgy gondolom, hogy a sportnak ugye ez egy legfőbb mondandója, hogy van egy célkitűzés, és azt a célszalagot át kell szakítani. Ez a 300 fő, tehát mindenképpen a 300 fő versenyzőt szeretnénk elérni. Ugye azért szeretném elmondani, hogy a pandémiás helyzet miatt körülbelül 50-60 kisgyerek nem jött el, aki 8 és 10 év között szokott lenni, 12-8 és 12 év között, alig voltak gyerekek. Nyilván ez azért van, mert a szülők nem engedték őket. Jogosan, én azt gondolom, hogy a
törvényt, a sporttörvényt betartva, szabályok szerint tudtuk lebonyolítani a jelen a pandémiás helyzetben ezt a versenyt, és remélem, hogy hamar kijövünk, az immunrendszerünket erősítettük ebben a két napban is, és most szeretném megköszönni Bajai Televízió nézőinek is, akik követték esetleg itt a helyszínen a versenyt, és szeretném megköszönni a sportegyesületeknek az ország minden részéről, hiszen azért mondjuk el, hogy Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Debrecen, hát fantasztikus, hát erről beszélni, hogy egy kis városba eljönnek ennyien. Én azt gondolom, hogy még a hideg is kiráz engem, hogy ezt végig gondoltam is. Én úgy látom, hogy mindenképpen célok, a megfelelő célt ki kell tűzni, és azért dolgozunk, és azért működünk, hogy minél nagyobb versenyeket tudjunk megszervezni mindenkinek a megelégedettségére. A bajai harcosokért legközelebb augusztusban egy budapesti versenyen szoríthatunk, majd szeptemberben ismét hazai környezetben adnak számot tudásukról a Kick Thai Boxing Team baja sportolói. A Nemzeti Összetartozás napja, valamint az olimpia évének apropójából készített kutatást dr. Mayer János, a Bajai Honpolgár főszerkesztője. Előadásának fő témája a külhoni olimpikonjaink sportolói karriere, valamint pályafutásuk háttere volt. Most ebből tekinthetünk meg egy rövid összefoglalót. A sport ünnepéhez, azaz a nyári ötkarikás játékokhoz, valamint a Nemzeti Összetartozás napjához közeledve végezte el kutatását a 3. Béla gimnázium pedagógusa. Közel két évszázad sporteseményeit ölelte fel dr. Mayer János szerda esti előadása, melyben a határon túlélő, de magyar felmenőkkel rendelkező olimpikonok élettörténetéről mesélt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, meg úgy általában is a határon túlélő magyaroknak a sorsa, amiről még mindig nem tudunk eleget. És én azt szeretném, hogyha ez is azért egy kicsit része lenne a köztudatnak, hiszen itt nagyon komoly emberek, nagyon komoly teljesítmények vannak azok mögött, az eredmények mögött, amiket itt elmondtunk. És hát azt gondolom, hogy a sporton keresztül is nagyon sok mindent meg lehet tudni különböző korszakokról, történelmi helyzetekről, más országokról. Bár az előadás fő témája az olimpiai medáliák megszerzése volt, de nem csak a sportról hallhattak a vendégek, hiszen ezeknek az érmet szerző személyeknek történetük is van. Hogyan kerültek abba az országba, ahol élnek, milyen nehézségekkel küzdöttek, mennyire tudtak magyarnak megmaradni abban a környezetben, és ez mennyiben segítette, vagy éppen hátráltatta őket a pályafutásuk során. 1896 és 2016 között 91 olyan olimpiai érmes versenyzőt tartanak számon, akik rendelkeznek magyar felmenőkkel, vagy ők maguk is magyar földön születtek. Érdemes ugye egy kicsit megnézni, hogy ki is számít tulajdonképpen külhoni olimpiai érmesnek, milyen körből kerülhetnek ki. Hát nyilván ugye egy csoportot alkotnak azok, 20. század elején tudjuk azt, hogy nagyon sokan elhagyták Magyarországot különböző kivándorlási hullámok során. Ez több millió embert is érint, ha etnikai értelemben nem is feltétlenül voltak ők, mint magyarok. De hát ha ők maguk nem is, mert azért ezek általában a viszonylag szegényebb rétegekből kerültek ki, de az utódaik között azért előfordulnak már, majd látni fogjuk olyanok, akik eredményesen szerepeltek akár még olimpián is. Hát nyilván ugye egy nagyon nagy csoportot jelentenek azok, akiket úgymond a hazájuk hagyott el, ugye 1920 után valamelyik szomszédos országnak az állampolgárai lettek. Ilyenek főleg a 1945 utáni időszakban nyertek szép számmal olimpiai érmeket. Hát aztán ugye a magyar történelem úgy alakult, hogy rengeteg alkalommal voltak kénytelenek politikai okokból emigrálni. Itt most csak két dátumot írtam, ugye 1944-ben, vagy inkább már ugye előtte, de említhetném 48-at, 1956-ot, több olyan sorsfordító esemény is volt, amikor akár nagyobb számban is elhagyták az országot, akár már aktív sportolók is, és ők kezdték újra pályájukat, de olyan is van, hogy az ő utódaikból lett egészen kiemelkedő sportember. Hát aztán ugye vannak olyanok, akik vegyes házasságból származnak,
akiknek valamelyik szülője volt magyar, akár úgy, hogy Magyarországon találtak egymásra, akár külföldön, erre is látunk példát. És hát főleg az utóbbi évtizedekben azért az sem ritka, hogy valakik más okból váltanak országot, hát vagy azért, mert férjhez mennek, vagy éppen megnősülnek, és ugye a házastársnak az országát választják. Arra is van példa, amikor valaki szakmai okokból megy, tehát egész egyszerűen jobb feltételeket kínál egy másik ország, vagy a tehetsége egész egyszerűen túlnőtt azokon a határokon, amit Magyarországon egy adott sportágban el lehetett érni, és hát olyanok is voltak, akik hát valamilyen okból elmenekültek az országból. Dr. Maier János nem egyszerűen az eredmények alapján emelt ki sportolókat, sokkal inkább az érmek és helyezések mögött álló történetek adták meg az előadás főszereplőit. Időrendi sorrendben haladva az 1896 és 1936 közötti olimpikonokról hallhattak a könyvtárba látogatók. A hőskor ugye egyrészt ebben még beleesik az az időszak, ami még Trianon előtt volt, és hát ugye 1936-ig számolom én ezt, amikor azért még a olimpia nagyon mást jelentett. Ugye itt alapvetően amatőr sportolók vettek részt, komolyabb állami támogatások nélkül. A sport azért egy viszonylag szűk rétegnek, legalábbis ez a versenyszerű sport egy viszonylag szűk rétegnek volt csak a elérhető. És hát nyilván ugye a dolgot ennek fényében kell értékelni. A hallgatóság a hőskor olimpikonjai közül megismerkedhetett többek között John Weissmuller úszó, Bogen Albert kardvívó, vagy akár Pálfi Matild tornász történetével. Az időben kicsit ugorva, a II. Világháború után járva Románia neves sportolóiról mesélt az előadó. Hallható volt a kardvívó, törés-párbajtörvívó, valamint a nemzeti válogatott kézilabda csapatok tagjainak életútja. A következő percekben Csehszlovákia sportolóira tért át az előadó. Ott azért jóval kevesebben vannak a magyar érmesek, ami nyilván ugye abból is adódik, hogy itt azért a csehszlovákiai sportnak is ez inkább Csehország volt a nagyobb bázisa, mint sem Szlovákia, és mondjuk itt ilyen központok, mint ami mondjuk Romániában például Kolozsvárot kialakult, itt ilyen nem nagyon volt, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne egy-két olyan olimpikon, akivel ne lenne érdemes foglalkozni. A nemzet Nagybecsben tartotta Torma Gyula ökölvívót, Kucman Éva távolugrót és Bugár Imre diszkoszvetőt, akik mind kiemelkedő eredményt értek el Csehszlovákia színeiben. A Szovjetunió olimpikonjairól egészen kevés feljegyzés található, itt két futballistával ismerkedhetett meg a közönség. Hát a Szovjetunióban kevesebben voltak, nyilván ugye Kárpátalja az a Szovjetuniónak azért nagyon perem területe, tehát volt, nem is tartozik a fejlett régiók közé, tehát az, hogy onnan tömegével nem kerültek ki olimpiai érmesek egy ekkora országban, azért azon nincs mit csodálkozni, de azért vannak mind a kettő labdarúgó, egyik ugye Beca József, aki 56-ban olimpiai bajnok csapattag volt, a másik Szabó József, aki pedig 72-ben bronzérmes. Utolsó országként Jugoszlávia korábbi és jelenlegi sportolóinak történetét hallhatta a közönség. És akkor beszéljünk egy kicsit Jugoszláviáról is, mert azért ez is igazán érdekes. Hát Jugoszláviának ugye az egyik magyar kötődésű sportága az a birkózás. És ott abban is különösen nagy szerepe van a Zentai sportklubnak, ahol ugye magyar edzőknek a vezetésével egészen kiemelkedő eredmények születtek, nem csak olimpiákon, hanem egyéb világversenyeken is. És ott még az az érdekes, hogy ugye van egy egyébként nem magyar nemzetiségű olimpiai bajnok, egy Davor Stefanek, na ő is tökéletesen beszél magyarul egyébként, bár őt nyilván itt föltüntetni nem lehet. Olimpiai érmes sportlövőkről, kézilabdázókról, röplabdázókról és természetesen birkózókról tudhattak meg többet a vendégek. Az előadás további részében magyar zsidó kivándorlókról, emigránsokról, külföldre házasodókról vagy éppen vegyes házasságból származókról mesélt az előadó. Természetesen a modernkori országváltókról is többet tudhattak meg az érdeklődők, köztük olyanokról is, akik jelenleg is aktívan versenyeznek más ország színeiben. A könyvtárba látogatók nagy érdeklődéssel figyelték az egyes sportolók történeteit. Elmondásuk szerint sok érdekes információval ismerkedtek meg az előadás során.
Nagyon érdekes és színvonalas előadás volt. Szerintem én is sok dolgot hallottam újat, mert sokat foglalkoztam én is a témával. Jánossal szoktunk is beszélgetni, hiszen együtt focizunk keddenként a Béla tornatermében. Elég sok mindent kiveséztünk már ott is, de rengeteg új dolgot hallottam. Tehát a népszerű dolgokat, azokat természetesen én is ismertem, de számtalan új dologról hallottam, és tényleg nagyon színvonalas volt az előadás, és jó követhető. Nekem nagyon tetszett. Az előadást teljes egészében megtekinthetik az érdeklődők televíziónk ma esti műsorában. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!